Sziasztok, Jeles Edina vagyok, az ötletes blog szerkesztője. A férjem már nagyon régóta szeretett volna magának egy óratartót, ám eddig nem talált olyat, ami az ő igényeit kielégíteni. Így gondoltam, majd én készítek egy olyat, ami biztosan tetszeni fog neki. És a legjobb, hogy fillérekből elkészült ötlet, ebből az ékszertartóban indult, amit még régebben magamnak készítettem. Egy papírhengerre lukokat furkáltok, és ezt az alapra ragasztjátok, akkor egy ilyen fülbevaló tartót is készíthettek hozzá. Az alacsonyabban lévő tartók pedig ideális a karkötők, a magasabban lévő tartók nyakláncok tárolására. Először is nézzük, mire lesz szükségünk. Kartonpapírra, papírhengerekre, ragasztóposztolyra, papírragasztóra, ecsetre, snitzerre, filctollra, fekete papírfestékre, dekorszövet. Első lépésként a méretre vágást fogjuk megcsinálni. Ez az óratartó hengereket egymással elhelyezzük. Beillesztjük a tartóoszlopokat is. Az óratartó magassága akkora lesz, mint az első oszlop. Ehhez bejelöljük a többi oszlop magasságát is. Snitzerre levágjuk a felesleges darabokat. Kartonpapírt és a papírhengereket fessük le a festékkel. Tartóoszlop körvonalát rajzoljuk át az óratartó hengeren, és snitzerrel vágjuk ki. Papírhengereket kenjük be hobbiragasztóval, és ragasszuk rá a szöveget. Kartonpapírt szintén kenjük be hobbiragasztóval, és erre is ragasszunk a szövetből. Következő lépésként ragasztópisztolyra ragasszuk össze a hengereket. Ha ezzel is kész vagyunk, ragasszuk fel ezeket az alapra. Remélem tetszett a videóm, és feliratkozol YouTube csatornámra, illetve meglátogatsz a blogon is. Találkozzunk minden nap!